Méltóság, becsület, hűség a közjó szolgálatában mottóval rendezte meg 13. kongresszusát a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom Marosvásárhelyen. A 4 évente szervezett eseményen tisztújításra is sor került. A 33 éves Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom október 13-án tartotta a 13. kongresszusát Marosvásárhelyen. Az eseményt 4 évente rendezik meg, ilyenkor pedig az RMKDM tisztújítása is megtörténik. A mozgalom mottója a méltóság, becsület, hűség a közjó szolgálatában. A kongresszuson a mozgalom területi szervezeteinek képviselői, a küldöttek szavazhattak. A kereszténydemokrata mozgalom kereszténydemokrata pártként indult 1990-ben. 1996-ban viszont lemondtak pártminőségükről. Azóta az RMDS platformjaként folytatják a tevékenységet. Hivatalosan jogi személy voltunk 96-ig, amikor a magyarság érdekei megkövetelték, hogy mondjunk le a pártagsági minőségünkről, és miután Brüsszel biztosított, hogy megőrizhetjük az összes nemzetközi funkciónkat, akkor Markó Béla, akkori RMDS elnök, és Kovács Eckstein Péter, utólag az RMDS-ből kisodródott, akkor még miniszteri rangot viselő elnök hozzájárulásával, elérhettem azt a feltételt, amit Brüsszel szabott ahhoz, hogy felvegyék az RMDS-t az Európai Néppártba. A pártot annak idején a kereszténydemokratákra vetülő stigma lemosására alkották meg. Hozzátette, megtehették volna, hogy a párt feloszlása után újabb pártot alapítsanak, de nem szerették volna elaprózni a magyarság politikai képviseletét. Az RMKDM célja továbbra is a keresztény értékek népszerűsítése maradt. Ezeket az értékeket viszi tovább az újraválasztott elnök Kelemen Kálmán is.